Hát a lelki tudás elsősorban elmondja, hogy ki vagy te, vagy ki vagyok én. És hát, hogyha nincs ez a tudás, akkor ez milyen hatás, ennek a hiánya milyen a hatása? Az, hogy én nem tudom, ki vagyok én, akkor nem tudom, mit kell nekem, vagy hogyan oldjuk meg a dolgokat. És mint például, hogyha van valakinek mondjuk mikrohullám, és ő nem tudja, hogy ez mikrohullám, hogy ez mire való, hanem azt gondolja, hogy ez egy tároló, akkor csak tárolónak használja, annak mi a haszna akkor, hanem a mikrohullám, sőt, persze fogtok írni kommentbe, hogy hát ez nem egészséges, ezt most nem azért szóltam, erről csak mint egy példa. Hogyha nem tudjunk, akkor nem tudjunk ennek a hasznát élvezni. Ugyanúgy lelki tudás hiánya miatt mi nem tudjunk hasznát élvezni az életnek, hanem csak a hátrányát tudjunk élni az életébe, de előnyöket nem tudjuk. Szóval lelki tudás, ez az ember életnek az előnyei. Lelki tudás hiánya, ez az ember életének a hátrányai.